A baloldali pártok közül egyedül a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció tartott nagy rendezvényt. Budapesten az Egyetem téren gyűltek össze kora délután. A színpadon Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc is beszélt. A DK elnöke azt tanácsolta ellenzéki hallgatóságának, merjenek megküzdeni a szabadságukért, különben a nemzet szégyenévé válnak. Nem sokkal a kezdés előtt sem volt tömeg a DK rendezvényén, csak néhány szimpatizáns szelfizett a színpaddal, illetve több idős ember azon keserget, hogy kevesen vannak. Hányan vannak, semmi. Pedig Dobrev Klára már napok óta azzal tüzelte követőit közösségi oldalán, hogy hosszú idő után először lesz olyan, hogy a Gyurcsány házaspár újra egy színpadon mond beszédet. Hol vannak itt a szimpatizánsok, a DK-sok? Miért csak ennyien legyen vannak? Türelemmel. Megérkeznek, leszünk. Varjú László is magabiztosan állította a közmédia riporterének, hogy sokan lesznek. Végül nem jött be a DK országgyűlési képviselőjének számítása, a tömeg nem lett sokkal nagyobb. Végül Gyurcsány Ferenc néhány száz szimpatizáns előtt tartott beszédet, miközben rajongói a miniszterelnököt becsmérelték. A DK lesz az otthona a Fidesz-szel szemben állóknak. Gyurcsány Ferenc hamar világossá tette mindenki számára, hogy a baloldalon az ő pártja az egyedüli erő, és aki nincs velük, az a Fidesz-szel van. Világos a helyzet. Vele vagy ellene. Aki nincs ellene, az vele van. Éppen ezért a Fideszt támogatni, aktívan támogatni, több mint bűn, szégyen. A baloldal vezére üzent a többi pártnak és saját követőinek is. A bukott miniszterelnök hangsúlyozta, a kormánnyal nincs kompromisszum, nincs tárgyalás. Háborúban fegyver kell a kézbe. A politikai harchoz ész, szív és erkölcs kell. Talán érteni fogják, akiknek mondom. Akinek ez nincs meg, az ne menjen harcba, mert valójában csak gyengítenek bennünket. Gyurcsány Ferenc arra szólította fel a hallgatóságát, hogy merjenek büszkék lenni, és küzdjenek meg a szabadságukért. Merjetek megküzdeni a szabadságotokért, különben jogfosztottak maradtok és lesztek, és előbb-utóbb nem a nemzet büszkeségei, hanem szégyenévei váltok. Merjetek büszkének lenni, és merjetek megküzdeni. Legyen türelemmel. Megérkeznek, leszünk. A rajongók lelkesen tapsoltak, viszont Varjú László számítása nem jött be. Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára beszédét alig néhány száz lelkes rajongó hallgatta végig egy viszonylag kis téren Budapest belvárosában.